rendhagyó taggyűlést tartott a Tolna megyei mérnöki kamara szeptember 15-én. Rendszeres éves gyűlésüket tavasszal szokták megrendezni, de idén a koronavírus járvány miatt ezt el kellett halasztaniuk. A Tolna megyei mérnöki kamarának van 450, megközelítőleg 450 tagja, akiknek évente taggyűlést tartunk, és a taggyűlés keretében kell elfogadniuk az előző évi szakmai beszámolót, az elnökség beszámolóját, előző évi pénzügyi tervet és az ez évi pénzügyi tervet. Előző évi pénzügyi teljesítést, ez évi pénzügyi tervet. Mindannyiszor ezen a tavasszal megrendezendő taggyűlésen, ami most a mai napra tolódott, tartunk szakmai fórumokat is, amikor is a díjazottjaink munkásságáról tartanak egy-egy beszámolót. Van egy kamaráért végzett tevékenység elismerése érdekében adott díj. Ezt úgy hívják, hogy Körösi Miklós díj, aki az alapító elnöke volt a Tolna megyei mérnöki kamarának, illetve az azt megelőző mérnök egyletnek még. Körösi Miklós kollégánkról elnevezett díjhez. Ezt ez évben a Kavecki László mérnök kollégánk fogja kapni, aki kamaráért végzett tevékenység elismeréséül veheti át ezt a díjat. Ezt követően van egy alkotói díjunk, amit a mérnöki pályája során elért eredményéért kaphat meg az illető kollega, mindezek javaslattétel alapján és egy bírálóbizottság az elnökség döntése alapján vehetők át ezek a díjak. Ezt ez évben Tar János kollégánk kapja, a Tar Kft. Ügyvezető igazgatója. Van egy ifjúsági díjunk, amit az előző elnökünk Bóli Antal, aki 2015-ben hunyt el, ról elnevezett díjként adunk át. Ezt az ifjúsági díjat idejében Komjáti Attila fogja megkapni. Ő egy geodéta mérnök kollega, aki az M6-os geodéziai kitűzései, felméréseiben közreműködött, és ezért erről fog szólni a szakmai előadása is. Szabó György építőmérnök már nem érhette meg a kitüntetését, ezért posztumusz alkotói díjban részesítették, amit gyermekei vehettek át. Palotásné Kővári Terézia, a Tolna megyei mérnöki kamara elnöke elmondta, hogy nem csak a kamara éves rendjét borította fel a vírus, hanem a tagok munkalehetőségeit is gátolta. A munkavállalásuk szempontjából is akadályt gördített ez a helyzet eléjük. Nyilván nem tudtak olyan mértékig kimenni, akár helyszíni egyeztetésekre, vagy akár kontakt megbeszéléseket megtartani. Nagyon nagy irányban tolódott el ez online, akár a képzéseket tekintve, ugyanis nekünk online képzések formájában kellett megtartanunk idén első alkalommal a továbbképzéseket, ami mindig kontaktórás továbbképzés formájában bonyolódott eddig. Tehát teljesen át kellett állnunk egy új helyzetre. Elnökségi üléseinket is online formában tartottuk meg, ami előtte mindig összejöttünk a kamara székházában, irodájában. Most a taggyűlésünket megkíséreljük megtartani most nem online formában. De minden esetre alapszabályt módosítunk jövőre, hogy bekerüljön az alapszabályunkba ez az online taggyűlés tartás lehetősége is. Úgyhogy jelentős mértékben befolyásolta a mérnökök munkáját ez a helyzet. Korcsmár István, az Aliszka Bau vezérigazgatója azt mondta, ők is érzékelik a koronavírus okozta hátrányokat, és tartanak attól, hogy a 2008-ashoz hasonló gazdasági válság következik majd be. Igazán áttételesen van gondunk ezzel a vírussal. Egyrészt azt látjuk, hogy a beruházások kezdenek leállni. Ugye ez a magas építésnél főleg abból adódik, hogy a magán befektetők gondolva a jövőre kezdenek takarékoskodni, tehát én azt hiszem, hogy ugyanaz fog lejátszódni, mint a 2008-2009-es pénzügyi válságnál, hogy az emberek átgondolják, hogy mire és mennyit költenek. A másik ilyen probléma pedig ugye a külföldről behozott alapanyagokkal volt, hiszen a legtöbb magasépítésben felhasznált díszítőanyag, építőanyag Olaszországból, Spanyolországból, Nagyisten Kínából jön, na most ezek leálltak, tehát ezek ténylegesen 2-3 hónapig nem jöttek be. Ez ugye határidőkéséseket okozott nálunk, tehát azt mondom, hogy az infrastruktúrális, vagy akár mondhatom a vasutat, közutat, tehát azt mondom inkább a közösségi kivitelezésbe. Sokkal nagyobb problémát jelent, hogy a 7 éves Európai Uniós ciklus záródik. A munkáinknak majdnem 100%-át közbeszerzésre nyerjük, tehát igazán a közbeszerzéseknek a folyamatát nem akasztotta meg a vírus, amúgy is online van, tehát most már nagyon régóta internetes közbeszerzés van.
Inkább azt látjuk, hogy jóval kisebb a merítési lehetőség, jóval kevesebb a megjelent felhívás, és azt is látjuk sajnos, hogy jóval hosszabban elhúzódnak a döntések, jóval tovább tart az előkészítési folyamat. Valahogy megakadt ez a azt mondom, hogy ez az előkészítés is, meg a pénz odaítélés is. Az építőipar egy dekával sem külön, mint a többi népgazdasági ág. És ahogy előbb mondtam, nálunk még azt azért tetézi ez az uniós ciklikusság. Tehát igazán nekünk mindenkinek rosszul jött a Covid vírus, de nekünk egy meglévő lefelé menő folyamatot még fel is erősített.